Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kis gép és kisebb gőz a számból, ugyanis nikotinsókat hoztam nektek bemutatóba, méghozzá a Liquid City-ről, ahol felütötték fejüket a Juice Head nevezetű nikotinsók, amik 10 ízben, vagyis hogy 5 ízben és annak változataiban érhetőek el. Miért mondom így? Hát azért, mert van 5 darab gyümölcsös ízkombináció, és azoknak van olyan adagjuk, amiben nincs hűsítés, és van olyan adagjuk, amiben van hűsítés. Tehát itt a gyártó, vagy a Liquid City is szeretne nektek kedveskedni azzal, hogy ki tudjátok választani azt, hogy ti ugyanabból az ízből hűsítőst, vagy nem hűsítőst szeretnétek. Ennek érdekében én is 4 fajtát kaptam, 2 hűsít, másik 2 nem hűsít, és természetesen podokban fogom őket megkóstolni, ugyanis az összetételük és a nikotin tartalmuk erre jogosítja fel őket. Miért mondom ezt? Hát természetesen azért, mert 50-50 PG-VG arányal bírnak, és én 20 mg per milliliteres verziókat kaptam a termékekből, mert mondjuk én ezeket szeretném fogyasztani, de hogyha te szemet vetnél a Juice Head nikotinsókra, akkor bizony a Liquid City oldalán bizony ki tudod választani, hogy 10-es vagy 20-as erősséggel bírjon-e, nikotin tartalommal bírjon-e a te kiválasztott ízkombinációd. Lehet látni, hogy itt sorakoznak már a gépecskék is, természetesen, hogy be vannak áztatva a potfejek ezekkel a nikotinsókkal, amik ilyen dobozban érkeznek, és azt is láthatjátok már, hogy milyen ízkombinációkat fogok kóstolni. Itt felül lehet azt látni, hogy freeze, és a Liquid City oldalán is úgy lesz majd, hogy jégkockát látsz mellette, illetve oda lesz írva a neve mellé, hogy freeze. Ezek rendelkeznek hűsítéssel, ahová nincs írva, hogy freeze, az természetesen nem. Itt ez 20-as, 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 de ahogy mondom, tudod kiválasztani 10-est is akár. És akkor a dobozokban leledzik majd nekünk a nikotinsó, ugye 10 ml-es kiszerelésben, amely európai TPD szabvány, tehát azért nem árugatják ezek 50-es, meg 60-as flakonokban ezeket, mert ez így van meghatározva. És akkor a kis frankó kis gépek, kezdjük is szerintem watermelon lime, tehát görögdénye lime, és fagyasztva a Lost Vape Urza Nano Artban, azt hiszem ez a neve. A hűsítés mértéke lesz érdekes, ugye sokan fogyasszátok már a nikotinsókat, és az egyes termékekben baromi erőteljes, ilyen 10 per 9, 10 per 10-es hűsítés van, és elnyomja az ízeket, de léteznek olyan nikotinsók, amikben kicsit halványabb a hűsítés, és én azt mondom, hogy a Juice Head Freeze nikotinsói, legalábbis ez a dinnyelájmos, ez nagyon nem fogja elnyomni az ízeket, tehát egy olyan 10 per 6-os, 10 per 7-es hűsítéssel bír, ami azt jelenti, hogy egy kicsi fagyást érzel, de nem olyan, hogy elnyomja az ízeket. Méghozzá a szép telt ízeket, ugyanis mind a két íz érezhető szépen. A görögdínje is, a lime meghozza bele a savat, a görögdínje az édességet, és egy gyümölcs koktélt kapunk, nyárára nagyon jót tud tenni, és itt jön az ki, amit szoktam mondani, hogy én már inkább a hűsítős likvidek felé tendálok, hát lehet, hogy itt is ezek közül lesz majd a favorit nekem, de hát majd végigmegyünk az összesen. Még szívok egyen. Így van. Nagyon jó kis fanyarságot hoz bele a lime, és ez nekem tetszik. Baromira tetszik. Mellé az az óvatos hűsítés, penge lett a cuccos Juice Head. Amúgy azt mondjam el, ugye, hogy Amerikából érkeztek, tehát Amerikában gyártják őket, úgyhogy most talán azt fogjuk megkóstolni, amit az USA-ban mondjuk szívogatnak. A következő az a Pineapple Grapefruit lesz, tehát grapefruit és ananász, őt is a Lost Vape Urza Nano-ban fogom kóstolni, őt egy másik urzában. Kérem szépen, itt is ugyanaz a helyzet a hűsítés mértékével, tehát így, hogy már 2-t kóstoltam, talán mondhatom majd a másik 3-ra is, ami ott maradt az oldalon, hogy nem az a nagyon erőteljes hűsítés van benne,
hanem óvatos, kellemesen duruzsoló hűsítést kapunk, de mégiscsak kapunk, tehát érezhető hatásfokkal bírnak. Amúgy az első is, és most a másodikat is kóstolásra azt mondom, hogy nem gejl, nem túl édes, és szerintem nem fogja annyira kajálni a portfejeket, porlasztókat. Ananász és grapefruit, nézzük. Van torokhatás is a 20-as nikotin mellett. Én nekem itt egy grapefruit toppon van. Lehet, hogy itt az ananászt írják előre, de nekem itt egy grapefruit toppon van. Ananásszal egy kicsit óvatosan édesíti, és itt is az van, hogy a grapefruit talán hozza a savat, az ananász pedig az édességet, és akkor mellé még szépen duruzsol a hűsítés. Amit megjegyzek itt, mert most jutott eszembe, az az, hogy nagyon kedvező árral bírnak. Ha jól látom, 1600 pár forintba kerülnek 10 milliliteressével. Tehát ez a nikotinsok között szerintem egy nagyon jó ár. Szépen oda teszi a torokhatást is. Minden rendben van vele, kellően erőteljes ízvisszadással bír a potfejünk is. Nézzük meg a következőt egy kalibolyönben, ami nem egyszerűséggel baraszkés körte lesz. Na itt erre voltam kíváncsi, hogy ebben lesz-e sav, és hát mondom is, először szívó. Nagyon jó, nincs benne sav. De ez a baraszkés a körte, ez annyira kompozícióban van, annyira együtt van, és látjátok most is, ahogy mondom, hogy két íz. Tehát nem azt csinálták, hogy négy íz, és akkor nem tudod, hogy miről van szó, hanem kettő ízt próbált a gyártó összepatentolni, és megpróbált olyan ízeket összevarázsolni, amik népszerűek, és jól passzolnak egymáshoz. Tehát azt kell mondom, hogy ezt jól kifőzte ez a Juice Head, mert passzolnak. A baraszk és a körte bomba. Édességfaktor is szép, de nem túlzás egyáltalán. Gyönyörűen jön mind a két íz. Egyik sukra ezt érzed, másik sukra azt érzed. Így van. Szépen gőzölnek, lehet is látni belőle, úgyhogy nincs olyan probléma, nézzük meg az utolsót, Blueberry Lime, ez is egy kedvenc lehet bárkinek. Tehát lehet látni, hogy azért népszerű ízeket hozott a Juice Head. Blueberry, nem is lime, hanem lemon, és azt is látjátok, hogy tényleg mindegyik 20-as, őt pedig az Urza Baby-ben fogom. Hiába Baby, ugyanaz a portfej megy bele, mint a Urza Nanook-ba például. Az áfonya ezzel a citrommal, gyerekek, írtózatosan finom. Nagyon-nagyon finom, és akkor itt van az, hogy ugye ebből, hogyha a hűsítés lenne hozzá, azt kaptam volna, akkor ő nyerné a játékot, ezt a játékot. Nekem ő a legfinomabb, mert van benne hűsítés, de ha itt lenne hűsítés, akkor ő nyerne. Na de hát ezt könnyedén meg tudom oldani, mert választok majd egy hűsítéset ebből is, de a blueberry lemonból, és akkor kész. A citrom hozza rá ezt a gyönyörű savat a tiszta kék áfonyára. Irtózatosan finom, gyerekek. Így van. Még így is megkockáztatom, hogy hát nagyon fejfej mellett vannak. Ezek a Juice Head-ek fejfej mellett vannak ízvisszadásban. És ez hangyafasznyival jobb ízt ad, szerintem, mert van benne egy kis hűsítés, de nagyon ott van a toppon ez a Blueberry Lemon. Na jó, akkor tényleg most már hasonlítsam össze, tényleg csak a hűsítés miatt a dinnyés nyer. Nem szívok többet, mert nikotinmérgezést kapok lassan a 20-asoktól. Véleményem nem változik a nikotin sokkal kapcsolatban. A Liquidity oldalán nem csak a Juice Head nikotin sok érhetőek el, hanem szerintem a legnagyobb nikotin sok kínálat náluk található, és mindegyik finomabbnál finomabb, és hogyha kíváncsi vagy egyes nikotinsókra, akkor csak vissza kell lopoznod a csatornámon, vagy a Liquid City YouTube csatornáján, mert oda is fel van töltve az összes ilyen jellegű videó, és ott meg lehet nézni az ízeket, hogy milyenek választhatóak. Szerintem az összes prémium amúgy,
Én még nem találkoztam olyan nikotinsóval, aminek nem lett volna jó íze, és nem lehetett volna őket hát nagyon jó ízűen fogyasztani ilyen fajn kis gépezetekbe. Úgyhogy az ára is kedvező, nagyon meg vagyok velük elégedve. Akinek tetszett a videóm, az nyomja rá egy lájkot, akinek nem tetszett, az természetesen diszlájkolhat is. A videó alatt itt a fejem mellett fel is tudtok iratkozni, csengő gombot meg tudjátok nyomni, hogy kaptuk értesítést, mikor tettem fel a következő videómat. Itt pedig kettő darab előző, The Liquid City-ről származó termék bemutatóját láthatjátok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!